Pár percen keresztül van arra lehetőségünk, hogy az előadóknak kérdéseket tegyenek fel. Ki az első kérdés? Ha néma csend és... Bocsánat, legyen a kedves a mikrofonba, és kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvére a nevét is mondja. Én Kurucné Virág Ildikó vagyok, és Anna Máriától szeretném megkérdezni, hogy ezeket a mostani reflexióit azt mostanában publikálja el, vagy... Jó, ez volt a kérdés, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elekné Fevjén Krisztina vagyok, és minden előadótól szívesen kérdezném, hogy van egyáltalán valamilyen pozitív hatása ezeknek a dolgoknak? Tehát bármilyen biztató jel. Persze. Csak a helyzet, ugye a helyzet az olyan, mint mondjuk elnézést a hasonlatért, hogyha most mi belgyógyászok lennénk, és az epehólyag betegségei című konferencián vagyunk, akkor nyilván nem azt fogjuk mondani, hogy van egy csomó ember, aki tök jól van, köszöni, és 8 óra hete egy nap töltött káposztát, hanem az lesz, hogy ki az, aki a főtt krumptől is hanyat vágódik. Tehát, hogy van egy ilyen fókusz most a negatívumokra, de nyilván ettől függetlenül minden pozitívumot van, amit tudunk. Úrsa Éva? Második persze. És hát hangsúlyoznám, hogy valójában a dolgunk az, amit teszünk. Mondjuk a, végig se gondoltam, úgyhogy biztos még a szokásosnál is sántább analógia, hogy amikor elkezdtek az automobilok száguldozni, és amikor az omnibusz sebessége is már riasztó volt, hogy akkor is ijesztő volt és félelmetes az, hogy mibe keveredtünk, mihez kell alkalmazkodnunk. Gyakorlatilag most egy sokkal sebesebben elterjedő változáshoz alkalmazkodás pillanatát éljük meg, amiben azt hiszem, hogy pont azért jó, hogy találkozunk, mert valami előkészülettel mégiscsak tudunk a változásokhoz alkalmazkodni, és ez a legfontosabb, mert a változás itt van, tehát ezt nem tudjuk ezt visszatömni a szellemet a palackba, és akkor a dolgunk az, hogy mindenre, ami itt elhangzik, felkészülve valahogy okosan reagáljunk. Köszönöm szépen. Bíró Vivien vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogyha mindenki narcisztikus viselkedésmódról és önzésről beszél, akkor hogy lehet az, hogy például a Google, vagy a Prezi, vagy az ehhez hasonló nagyobb cégek inkább a csoportos munkát részesítik előnyben, tehát a csoportban dolgozást. Erről nincsenek vizsgálatok? Nem pontosan értem az összefüggést, de minden esetre itt ugye, akikről most beszéltünk, az a kiskamasz-kamasz korosztály, amelyik ebben a narcisztikus működésű világban indul meg, és kezdi az életét. Az, hogy egy ilyen nagyon erős trendben, amit azt gondolom, hogy a világ több pontján érzékelnek, és a pszichológiai vagy a klinikai tanulmányok nagy része szól a már 15 évvel ezelőtt érzékelhető tünetváltásokról, például bizonyos kórképekben, tehát nem egy marketing kép ez, hanem egy klinikai kép. Ebben azt mondani, hogy néhány pont az internettel foglalkozó nagy cég a csoportos dolgozást részesíti előnyben, az így, hát egy olyan összefüggés, ami látszólag az, de hogy egyébként nem jelenti, nem jelent ellentmondást abban, hogy narcisztikus működés egyébként csoportban ne lehetne, mert egyébként létezik az a közösen érdekvezérelt csoportműködés, amit például ezek a nagy internetes cégek meg tudnak tenni, melyek azért szeretném hozzátenni, hogy bár ezt nem szeretjük így gondolni, de mindig egy vagy két kézben összpontosuló végső üzleti érték alárendelten működnek olyan csoportosan. Tehát ugye azért ezek biznisz
csoportok, tehát nem szociológiai vagy. De hát nyilván alapvetően többek közt az online egyik jó működése, hogy az emberek, ha figyelnek arra, és a gyerekek fejlődésében figyelnek arra, akkor tényleg jól működik a csoportos mentorálás, jól működik az, hogy együtt tanulnak, jól működik az, hogy prezentációkat együtt használnak, és együtt készítenek. De ez ugye minél kisebb narcisztikus fokon megy, annál jobb, mert annál jobb lesz az élmény. Köszönöm. Gajdocki Zsuzsa vagyok. Szeretném a nagyszerű előadóktól megkérdezni, hogy gondoltak-e arra, hogy esetleg egy párbeszéd pedagógia kidolgozására szükség lehetne, hogy ezeket a problémákat a különféle generációk között pozitív hatásúvá változtathatnánk? Bocsánat, elég rosszul hallottam. Azt szeretném megkérdezni a nagyszerű köszönöm. Előadóktól. Most már lehet hallani? Igen, köszönöm. A nagyszerű előadót mindig hallottam. Hogy párbeszéd pedagógia kidolgozására gondoltak-e? Hát én azt gondolom, hogy most talán nem is annyira impliciten, de hát ez benne volt az előadásunkban, benne van a kampányban, benne van minden törekvésünkben, úgyhogy igen, gondoltunk és gondolunk. Én azt hiszem, hogy igen, és ennek az egyik legfontosabb kérdést érinti, mert valahol mindig, amikor mi szülőket, meg pedagógusokat említünk, akkor gyakorlatilag nehéz elszakadni attól, hogy a szülőnek is egy élettörténete van, a pedagógusnak is van egy szakmai élettörténete, hogy képezték, hogyan készült fel a pályára. Tehát mi egy olyan, mondjuk így, hogy nem vége az állapotnak, de mégiscsak egy folyamatnak a meglehetősen hosszú történetén szólítjuk meg a szülőt és a pedagógust, és nagyon nehéz visszamenőleg sok mindent átalakítani. Ezért olyan fontos, azok a törekvések sokassága nagyon fontosak, amelyek a pedagógus képzés, a szülői akadémiák, hogy így mondjam, vagy fórumok is megnyitnak, amiben ezt a fajta szükségletet és igényt valahogy ki lehet elégíteni. Azt hiszem, hogy sok konkrétum is van, de a törekvés itt is felvillant. Köszönöm szépen. További kérdés? Engem Erdőfi Dánielnek hívnak, üdvözlök mindenkit szeretettel. Az lenne a kérdésem, én 20. éve tanítok társastáncot, és nagyon sok szalagató bálon is tanítunk, tehát én láttam az elmúlt 20 évben azt a fajta változást, ami a 17-18 éveseknek a reakcióiban, viselkedésében, egymáshoz való viszonyukban, itt felénk való viszonyukban látszik. Egy igazgató helyettes asszonyjal beszéltem a májusi időszakban, hogy hogyan lehet bánni ezekkel a gyerekekkel ebben az internetes közegben, illetve azokban az órákban, ahol én nem használok internetet konkrétan, hanem táncolunk és egymással beszélgetünk, illetve ők egymással vannak kapcsolatban. Ő annyit mondott, hogy nekünk tanároknak alkalmazkodnunk kell ehhez a generációhoz. A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudunk úgy alkalmazkodni hozzájuk, hogy ők alkalmazkodjanak alapvetően azokhoz az értékekhez, amiket mi még szeretnénk képviselni. Fontosnak tartunk, és fontosnak tartanám azt, hogy azok a régi értékek, amik az én gyerekszobámban ott voltak, és megkaptunk a szüleinktől, azok a gyerekek, akik ezt adott esetben sem otthon, sem az iskolában, sem egymástól nem kapják meg, mégis a sajátjuknak érezhessék, vagy legalábbis kapjanak betekintést abból, ami az ő lelkükben valóban fontos lehet. Két dolog van szerintem. Az egyik az a tekintélyi fogalom átalakulásával kapcsolatos, ami megnehezíti ma egy tanár életét, hogy nem lehet támaszkodni arra a típusú hierarchikus tekintélytiszteletre, ami régebben megkönnyítette egy tanár helyzetét, hogy bementél bármilyen térbe, akkor ott volt körülötted egy olyan tisztelet, amiben meg lehetett szólalni. És az más kérdés, hogy a diák szeretett vagy nem, vagy volt véleménye, vagy de nagy valószínűséggel ez a szabályrendszer az elfogadást nagyban könnyítette. Most
A kutatások nagy része arról szól, hogy egy tanárnak vagy oktatónak meg kell küzdenie azért, hogy hiteles pozíciója legyen, ezt valahogy neki meg kell mutatni. Nyilván ebben fontos, hogyha képes olyan kereteket használni, amik most divatosak, például Facebook group. Tudnia kell az új szabályokat, amik például szerintem nagyon fontosak, hogy még véletlenül sem szabad egy Facebook grupon összeolvadni tanárként a csoporttal, mert akkor megtörténhet, hogy mondjuk gimnáziumi tanárként egyszer csak azt látja az egyik hallgatójától, hogy akkor kiviszi a gandzsát a következő hétvégi bulira, ugye? Tehát mert hogy annyira erős az online pörgése, hogy felolvad, beolvad a tanár személye, hanem meg kell tartani ott is a státuszt, és akkor át lehet adni értékeket. Ez a fajta önbecsülés, vagy társadalmi narcisztikus növekedés, ez néha megnehezíti azt, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy de hidd el, hogy ez fontos, mert erre azt mondja, hogy jó, oké, és? Mert hogy annyi minden fontosnak látszik egy információval telített életben, de pont a tánc szerintem egy olyan dolog, hogyha azt így megérzik, mint élmény, tehát az akkor nem kell már ajánlgatni. Köszönöm szépen, talán még egy megjegyzés, én harmadszor találkozom, mióta elkezdtük a tanár és tisztelet kérdésével, szerintem csak egyetlen egy különbség van. Én pontosan emlékszem, hogy az egyetemen főleg, de mondjuk az iskolában is, volt néhány nagyon jó tanárunk, meg volt néhány nagyon unalmas. A különbség az én generációm és az utánunk jövő generációban csak az az egy, hogy akkor mi szépen csendben aludtunk, mert nem mertünk hangosan beszélgetni, a mostani generáció pedig hangosan beszélget közbe. Tehát igenis azért a tanárnak is nagyon-nagyon alkalmazkodni kell, és meg kell találni azt a lehetőséget, hogy úgy tanítson, hogy a gyerekek odafigyeljenek. Mondom, különbség csak az, hogy akkor mi aludtunk, most meg hangosak. Bocsánat, hogy ugyanez, tehát meg az előző kérdéshez, hogy nincsen pozitív hatása, ezt nagyon sokszor összekeverik, a hatás az más. Tehát a legtöbb dolog az más, ezzel kell megbirkózni, se nem pozitív, se nem negatív, hanem más. A tanárok között van egy ilyen közhely, hogy a gyerekanyag egyre rosszabb. Ugye van egy, még rossz. Ha ez igaz lenne, én ezt tanultam meg kezdő középiskolás tanárként, egyszer mondta egy kollégám, hogyha ez igaz lenne, akkor most majmokat tanítanánk. Tehát, hogyha ez egyre rosszabb és rosszabb lenne. Egészen más, tehát ezek a gyerekek egészen mások, és a más az nem rosszabb, ezt akarom hangsúlyozni, nem rosszabb, hanem más, és ezt a másságot, ezt a másféleséget kell minél jobban megismernünk. Én csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy a tapasztalataim azt mutatják, hogy amikor például a gyerekek a folyosón az okostelefonjukat bizergetik a szünetbe, akkor nagyon sok tanár vagy teljesen idegenkedik ettől a dologtól, vagy pedig ha oda is fordulok, azt mondja, hogy tedd el, az iskolában ez nem való, stb. A gyerekekkel arról kellene beszélgetni, hogy mit szeretnek benne, miért pont ezt a játékot játsszák, és így tovább. Hogyha meg akarjuk ismerni a gyereket, ha szeretni akarjuk a gyereket, és közel akarunk kerülni hozzá, muszáj megértenünk, hogy mit szeret abban a dologban, és mi az, ami más neki, mint amit körben maga körül lát, és hogy muszáj arról beszélgetni, hogy amit ott tapasztal, az milyen viszonyban van a valósággal. Ugyanígy én a tánctanításnál például iszonyatosan fontosnak tartom, hogy bármilyen működésnél, hogy használja a tanár ezeket a technikai eszközöket. Ha egy gyereket felveszünk, ahogy nyeglén táncol, és visszajátszuk neki, egészen más lesz a viszonya önmagához, mert a gyerekek a magukról alkotott képet egy olyan közegben, amit előtte nem csináltak, mondjuk egy társas tánc szituációban, biztos vagyok benne, hogy nagyon meglepi őket, hogy néz ez ki kívülről, amit ők csinálnak. Ha mondjuk nyáglén táncolnak, ha viszont gyönyörűen táncolnak és szépen tartják magukat, az meg önbizalmat ad nekik. Be kell vinni az eszközöket, és kell velük közösen kommunikálni, én ezt gondolom. Egy másik fontos dolog, amit Arianna Mária mondott, hogy a Facebookon közös csoportba kerülni a gyerekekkel, ennek azért vannak veszélyei. Tehát szerintem az, hogy azt mondani, hogy a tanár a barátom, ez nagyon veszélyes. Tehát figyeljétek meg, vagy arra kérek mindenkit, hogy nézze meg azt, hogy amikor ő valamit kitesz, és azt a szülők is látják, meg a gyerekek is, mert már barátok vagyunk az első szülő értekezlet után, az onnantól kezdve a tanára mekkora felelősséget lő. Az ő saját magánéletének a kitettsége az nagyon megnő. Ugyanakkor csoportban kommunikálni a gyerekekkel, én azt látom, hogy itt van egy egészen komoly intolerancia faktor, ugyanis vannak gyerekek, akiknek még mindig nincs, láttuk 20-valahány százalék okos telefonja, internete otthon. Tehát feladni házi feladatot Facebookon az egy másik csapda helyzet, mert nagyon sok gyereket meg az esélyegyenlőség tekintetében meg pont, hogy rosszul kezelünk ezáltal, mert azt látjuk, hogy akkor szegény nem tud teljesen
teljesíteni, megint lemarad, megint valami olyan dolog van, amit nem tud. Tehát nagyon óvatosan kell bánni, de én ennek ellenére azt gondolom, hogy ha azt látjuk, hogy egy osztályban mindenki használja az eszközöket, vagy egy adott közösségben, mondjuk egy tánccsoportban, akkor viszont éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Mi ezt a neked 8 kérdést a szülőknek vetettük föl, de egy nekem nem 8 típusú pályázatot írtunk ki, ami azt mutatja, hogy a gyerekek mutassák meg a média értékeit. Tehát ugyanígy azt gondolom, hogy a pozitív hatásaira is próbáltunk valamilyen módon választ adni ebben a kampányban. Köszönöm. Fekete Zsombor vagyok, és itt a technika ördöge. Tehát Fekete Zsombor vagyok, és amikor éppen nem a gyermekmentő konferenciáról közvetítek, akkor civilben szociológus és oktatójátéktervező, és múlt héten volt alkalmam Bodrog közben látogatni, ahol nagyon elmaradott településen, hátrányos helyzetű településen kellett gyakorlatilag a jövő iskolájáról előadást tartanom. És hát az volt a nagyon érdekes, hogy mondjam, tapasztalatom, hogy egyrészt a gyerekek, akikről azt gondoltuk, hogy hú, hát szegények, ugye a hó végére már enni sincs mit, azért nagyságrendileg, tényleg, ahogyan Kuséva is mondta, 90-95%-ban rendelkeztek ezekkel a kütyükkel, amelyekkel fel tudtak menni az internetre, rendelkeztek okostelefonnal, Facebookoztak, játszottak, stb. Ami viszont nagyon érdekes volt, az, hogy a tanároknak a nagyon nagy részének fogalma nem volt arról, hogy tényleg a gyerek azt tulajdonképpen mit csinál az órán. És engem az érdekelne, és ez lenne a kérdésemnek a lényege, hogy készült arra vonatkozóan bármifajta felmérés, hogy szülők, illetve tanárok tudnak-e mondani értelmes elfoglaltságokat, jó gyakorlatokat, legjobb tartalmakat az interneten a diákoknak, amelyek mondjuk elég jók ahhoz, hogy a gyereknek az érdeklődését azt a érdeklődésének megfeleljenek, tehát az inger küszöbét igazából átlépjék. Mert mindig azt mondjuk, ugye, hogy hát a gyerekek ilyen-olyan veszélyes területeken neveznek. Természetes, az én 6 éves kisfiam is rosszalkodik akkor, hogyha nem tudok neki értelmes elfoglaltságot adni. Tudunk-e tanárként, szülőként értelmes elfoglaltságot adni? Van erre vonatkozóan bármifajta adat? Az egyik szakértőnk erre azt mondta, hogy igazából az lenne a fő feladata az idei kampányunknak, hogy azt mondjuk a szülőknek, hogy legyél érdekesebb a gyereked számára, mint az internet. Nyilván ez egy megvalósíthatatlanul nagy cél, de azt gondolom, hogy egyébként, hogy ez lenne, tehát szülőként biztos, hogy ez lenne a legfontosabb törekvés. Egyébként azokról a médiatartalmakról és internetes tartalmakról, amelyek ajánlottak az adott korosztályoknak, létezik Magyarországon gyűjtés, ezt az egyszervolt.hu állította össze, és nem sokára majd, amikor délután Koltai András beszél, biztos el fogja mondani, hogy abban a kerekasztalban, ami Gyerekbarát Internet kerekasztal címmel alakult, mi ennek a publikálására törekszünk. Tehát ez remélhetőleg most már mindenki számára nyilvános lesz, tehát valakinek 6 éves gyereke van, és mondjuk az interneten szeretne hasznos tartalmat, arra is van lista. Egyébként meg nyilván kiránduljunk. Tehát ezt mindenki saját élménylistáját állítsa össze. Harmad Lajos vagyok, Euroasztra magazin. Felvetődik bennem a kérdés, hogy most végül is a narcizmus és az individualizmus terjedése, ez káros, küzdenünk kell ellene, vagy pedig fel kell készülnünk egy egészen másfajta társadalomra, ne talántán narcisztikus tanárok fognak kikerülni a képzésből. Na, erre ki szeretne válaszolni? Éva? Hát persze nem tudjuk, hogy hogyan alakul, igazán precízen előre jelezni szerintem olyan nem is volt, aki mondjuk 15 éve ezt a mai képet előre tudta volna lefesteni. De úgy gondolom, hogy ennek van egy elvarázsoló időszaka, amiből lassan ki is növünk. Tehát van egy olyan az önmegmutatásnak, az önprezentációnak, a megosztásnak, az azonnali élmény folyamba kapcsolódásnak a kezdeti időszakába, ami beleszédülünk, gyerek is, felnőtt is. És jön ennek egy kijózanodó időszaka is. Tehát itt most már többször szó volt arról, hogy pedagógus, aki megmutatja magát. Igen, nekem hallgatóim egy közös munka keretében kutatást végeztek néhány iskolában, hogy jobban szeretik-e azt a tanárt, aki fönt van a Facebookon, és velük értekezik. És nagyon sok negatívum emelkedett ki. Egyrészt például nem tetszett a tanár bikinibe, és nagyon rosszul nézett ki. Másrésztről sérelmezte egy gyerek azt, hogy a tanár azt, amit ő nem neki szánt, de a Facebookon megmutatott, azt az órán valami fegyverként használta ellene, hogy te viszont mit csinálsz a szabadidődben, amikor... Ezek úgy gondolom csupa olyan tapasztalattal szolgáló események, amik óvatosabbá teszik a tanárt, a diákot, és valamilyen értelemben halad afelé a dolog, hogy az önmegmutatás és ez a fajta mi,
vagy én, ez ne legyen parttalan. Tehát én nem érzem azért azt, hogy itt most vészharangot kell gongatnunk, de meglátjuk, igen. Talán egy gondolat a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. Először is, hogy a szülő tud-e valami érdekeset mutatni a gyerekének, vagy érdekes elfoglaltságot. Mi nagyon sokat járjuk a világot, talán így is mondhatnám, és örülök annak, hogy Bíró tanár úr itt van a Szapienciáról. Avval kezdeném, mi járunk mondjuk Romániába, hogy egészen Jásig. Az érdekes elfoglaltság azon a vidéken, de még Székelyföldön is, meg Erdélynek talán a keletibb részébe az, hogy édesfiam, édeslányom, kell menni a kukoricába, gyere velem kapálni. Még akkor is, hogyha van esetleg mobiltelefonja a gyereknek. Aztán, hogyha jövünk nyugatabbra, akkor Magyarországon, de nem Budapesten, még mindig előfordul az, hogy hát etesd meg a kutyát, etesd meg a disznót, gazolt ki a virágokat, és így tovább. Tehát azért ez mindig megvan. És ez az a határ különben, ott Budapest előtt valahol, ahol még mindig nagyon gyakran találkozunk avval, hogy a gyerek adott esetben jobban ért a informatikához, mint az informatika tanár, meg a mondjuk a matematika tanár. És Budapestnél kezdődik az a határ, ahol azért az informatika tanár jobban ért az informatikához, tehát effektív tudja tanítani. Nyilván ott délen ez az ormánság és egyéb vidék az inkább így a Budapesttől keletre történő határon. És akkor végén, hogy ne beszéljek nagyon sokáig, befejezem Brüsszelnél, ahova mi elég gyakran járunk emiatt az Európai Uniós programhoz, ahol idézőjelben ezeknél a Safer Internet programoknál az egyes országokból mondjuk azt, hogy az informatikát ismerőknek a krém jár oda, és a ma már az órájáról, meg a mobiltelefonjáról mindent letölt közben, amikor egy tárgyalás van, és adott esetben rögtön meg is válaszolja a kérdést, nem azért, mert tudja, hanem kvázi ugyanúgy részt vesz adott esetben, mondja a választ, de közben még a számítógépéről vagy a mobiltelefonjáról hoz egy információt, ami szükséges a válaszához, és észre se lehet venni közben, hogy internetezik, mert olyan sebességgel tölti fel a kérdést és tölti le a választ, hogy a beszédében észre se lehet venni. Tehát, hogy ezért sajnos lehet látni, hogy ilyen differencia van, de azt is lehet látni, hogy ez egyre jobban terjed, mint ahogy az Bíró tanár urat idézem, hogy az is egy érdekes pillanat, és hát én is többet láttam Székelyföldön, hogy a néni kimegy kapálni, vagy megmossa a patakba a szőnyeget, utána hazamegy, és a fiától, unokájától kapott öreg laptopon hirtelen Skype-ol a gyerekével, aki mondjuk Angliába dolgozik. Tehát azért ez nagyon komolyan változik, és terjed ez a technológia.